Mi van, ha még az a lövés is bemegy? Hát akkor 2-0. Előttem volna, hogyha bement volna. Végre előkerültem egy ilyen helyzetbe. Úgymond jól el is találtam, csak kicsit túl sok erőt tettem bele, és így felé ment. Volt ugye ott egy szituáció, amikor majdnem gól szereztél, ott mi volt, te hogy láttad, átment? Szóval volt egy poltrugásunk, és volt egy kisebb kavarodás, fölment az égbe a labda, a kapus próbálta lehúzni, felugrottam vele, egy kicsit betámasztottam neki, és ahogy érkeztünk lefelé, a lábamról a kapu felé pattan, de hát most megint elvettek talán egy gól, de majd visszanézem, hogy benn volt-e vagy sem. Igen, megint elvettek itt, mire gondolsz az azeri meccsre, és ott esetleg lóg neked Vili egy sörrel, vagy beszéltetek arról? Nem beszéltünk, nekem az nem számít, hogy ki rúgja a gólt, csak rúgja be. Ugye te már a kispadon voltál, mikor a gól született, hogy élted meg az utána lévő perceket? Ugye láttuk, hogy a kispad is berohant, mindjárt Pátkai Máté gólja után, de utána még azért ki kellett húzni egy jó, hát a jól emlékszem 14 percet. Hát körülbelül annyi, igen, nem volt egyszerű. Kispadon nagyon sokkal nehezebb, mint ha pályára vagy. És csak vársz, hogy legyen vége, vagy rúgunk még egy gól. Szóval nagyon izgalmas volt a végén, és egy hihetetlen eredmény hoztunk. Amikor te Telkibe költöztél, és kinéztél a családi ház ablakán, és megláttad az edzőközpontot, akkor azt mondtad, hogy neked már ide nem kell jönnöd. Ha visszapörgeted az időt, akkor hogy lett Pátkai Mátéból a válogatott nyerő embere kétszer is? Igen, nem gondoltam volna akkor. Nagyot fordult ilyen értelemben a világ, ezért rengeteget kellett tenni, úgyhogy fura érzés, hiszen azt nem mondom, hogy lemondtam akkor már a válogatottságról, de elég messze voltam attól, hogy játszak és szerepet kapjak a válogatottban. Természetesen nagyon örülök neki, talán ez a telki levegő, ez jót tett nekem. Mi ennek a csapatnak most az eleje szerinted? Hát a csapat egység mindenképpen. Ezen kívül? Az, hogy mindenki akarja ezt az egész dolgot, hogy nem az van, hogy elengedtük, hogy most egy horvátokkal velsze vagyunk csoportban, hanem az, hogy attól függetlenül, hogy mi nem vagyunk úgymond esélyesnek kikiáltva, attól függetlenül mi is kijuthatunk az EB-re. Ugye sokan azt is gondolták volna, hogy ez a meccs mondjuk akár Gerard Bale-ről fog szólni, hát őt sikerült eléggé eltüntetnek te a pályáról. Igen, már lezártuk azokat a területeket, ahova beszokott általában futni, nem hagytunk neki rést, ott voltunk mindig a nyakán. Voltak olyan szituációk, most a végén ott volt egy helyzet, amit szerencsére kihagyott, nem volt ott a toppon, nem is tudom, hogy megköszönhetjük esetleg a Madridnak, hogy nem játszhatják, és akkor most őt fejben nem volt ott a toppon. De reméljük, hogy ez kitart majd ez a jó forma, és majd a következő sztárokat is ugyanígy meg tudjuk majd verni.